Miért itthon fogadtál bennünket, és miért nem a stúdióban találkoztunk? Nekem ez volt a kényelmesebb, máshol pedig itt lakom, tehát a szomszédnál nem találkozhatunk. 2010 az lelkileg nem volt nehéz, tehát az ott világos volt, hogy van egy átadás átvétel, van egy az útról, az árokba lecsúszott ország, amit vissza kell hozni valahogy az útra. Egy szekér, elkülöztette az utat, meg az irányt. Kell hozni rendkívül intézkedéseket, ezzel mindenki tisztában volt, ezt meg kell tenni. Akkor mindenki úgy gondolta, hogy akármit is tesz a kormány, de akármit javaslok én, az biztos úgy van jól. Nem is tudott közöttem tulajdonképpen senki. Jó, a bankok azok, meg a bankárok nem voltak boldogok, hogy vásárgadót kell fizetni, meg a multicégek sem voltak boldogok, hogy vásárgadót kell fizetni, meg a képviselők sem voltak boldogok, amikor befelesztettük a pártámogatást, meg megfeleztük a képviselők létszámát, de igazából mindenki úgy volt ezzel, hogy baj van, ez a dolgok természetesen. Most már azért érzem időnként, hogy van, aki a pokolba kíván. Szerintem lesz megszorítások 2011-ben? Megszorítások azért nem lesznek, mert a megszorítások nem vezetnek sehol. De mi a titka Orbán Viktornak? Tehát 89-től... De a titok lényege, Péter, én nem áruljuk el. Vagy az is lehet, hogy nincs titok, de azt se szabad elárulni. Most nem az az érdekes, hogy mit mondanak Brüsszelben? Hát ég és föl, tehát Brüsszel az nem Moszkva. Brüsszelben sok mindent mondhatnak, de azt vagy nem hallgatjuk meg a rádión, vagy azt mondjuk, hogy nagyon jól lesz, hogy a forrónak. Azt a kását. A nagygyerekemet, egyik lányt kérdeztem, és egyszer, hogy beszélgettünk arról, hogy mi akar lenni, és mondta, hogy politikus semmiképpen nem szeretne lenni. És mondtam, hogy Rozikám, miért nem? Azt mondta, hogy mert az nem jó, hogy az embert az ország egyik fele szereti, a másik fele meg utál. Vagy mindig, minden körülmények között disztingválnod kell. Igen? Ez a legjobb. De két legjobb. Az egyik az ez, hogy nem tudhatod, különösen a nyavajás nyavajvilágban, hogy melyik sarokból, mikor, honnan kiugrik elő, milyen kütyűvel a kezében, mikor fényképezni, mikor provokál, mikor kerül valami a netre, szóval mikor kerülsz kiszolgáltatott helyzetben. Ezért állandóan van egy bizonyos szintű készenlét, ami nem normális dolog. Normális emberi nem tud ilyen bele boldogulni. Tehát kell hozzá egy elég komoly képesség, hogy az ember megőrizze a normális észjárását, meg a személyiségét, de egy bizonyos szintű alapkészenlét állandóan. Forog gondolkodni, még álmodban is. Úgy emlékszem, még álmodban is szoktam ilyen gondolkodni. Úgy is alszok egyébként, hogy van mellett, hogy kapni meg egyszerűen a párpára. És elő szokott fordulni. Rémán majdet felírhat? Nem. Úgy gondolok, hogy jó ötlet. Ez aztán reggel nem mindegyik derül ki, hogy kiállja a próbát, de szoktak még éjszaka is. Egy-egy olyan ötlet rám szokott köszönni, egy-egy olyan mondat, egy-egy olyan megoldás, ami korábban nem jutott eszembe. Nem. Fontos, hogy az a barát, akit te barátnak tartasz, az jobboldali legyen? Azt nem tudom, hogy fontos-e, de így alakult. Vannak baloldali barátaid? Barátaim szerintem nincsenek. Ismerősen vannak, én is, akivel jó viszonyban vagyok, az egy barátja, nem sok van egy meglett korban lévőben, mint én vagyok. Barátság az bajtársiasság. A legközvetlenebb személy a bajtársiasság, és azért abból nincs sok senkinek az életében. Ott nem tudok. Olyan barátod, aki elmer küldeni a fenébe, és nem sértődsz? Ha egy Betlinél rosszat húzott le az úti közben, akkor is közösen kell fizettünk, akkor így természetesen, de nem szoktuk egymást csak úgy elküldözgetni, ez nem. A Facebook oldaladat ki kezeli? Hát főszabályként én kezelem, de be kell valami, nem mindig ugye, arra mond, hogy ott én pötyögjem be a mondataimat, sőt az is előfordul, hogy a fényképeket sem mindig én választom ki, ezért van egy stáb körülöttem, a munkatársaim, a titkárságom, akikkel ezt közösen tesszük, de a mai lomírás kormányülés után például én írtam, de nem is blog, hanem a Facebook boxai bejegyzést, azt ma éppen én végeztem el, amikor nem ilyen kockázatos az így, mert azért van jelentőség, hogy mit mondasz egy ilyen kielezett helyzetben. Itt minden betűnek a helyén kell lenni. De amikor ennél lazább ügyről van szó, akkor nem bánom, hogyha a titkárság munkatársai elvégzik helyettem ezt a feladatot. Végezetül ezt az egy évet sikernek értékeled? Hát nagy sikernek értékelem ezt az egy évet. Nem a kormány teljesítménye szempontjából, mert azon sose leszek elégedett, hanem az ország szempontjából. A szakadék felé rohanó lovakat kellett megfékezni és visszafordítani. És ez sikerült. És nem zöldtem a szakadékban.